békesség és erős várom Isten. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltünk. És nagy szeretettel köszöntöm a Nemes Csói, Meszlen, Acsár és Kőszegdoroszlai Társult Egyház gyülekezet ifjúságát, akik a mai nap a passió játékukat hozták el nekünk, egy újabb, úgymond, feldolgozásban, mert ezelőtt pár évvel láthattuk őket, igaz, egy kicsit más társaságban, de megújulva, újabb fiatalokkal ismét itt vannak köztünk. Szeretnénk köszönteni őket, és fogadjások szeretettel a műsorukat, és szeretnénk kérni a lelkészeiket, hogy mutassák be őket egy-két szóval. Kérem a testvéremet, Varga Katalin, hogy pár gondolattal és mondattal mutassa be a kis csapatukat, és fogadják még egyszer nagy szeretettel őket. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai délutánon. Talán jó alkalom, hogy együtt lehetünk azért, hogy a nagy hétre, holnap virágvasárnappal kezdetét veszi a nagy hét, arra fölkészüljünk és együtt éljük meg Krisztus szenvedés történetét is, illetve együtt örvendezzünk majd húsvét ünnepén a feltámadás örömében. Örülünk, hogy itt lehetünk, nem olyan régen voltam itt, akkor is sokan voltunk, és hát már csak ilyen sokszor tudnék jönni, de azért nem tudunk ilyen gyakran. Viszont az is nagy öröm, hogy nem először jövünk, ahogyan hallottuk is, hanem már egy másik passió játékon is itt voltunk a csurgói gyülekezetben. Az egészen más volt, új dalokkal, új szereplőkkel, de mégiscsak ugyanaz. Hiszen az evangélium mindig ugyanaz. Az evangélium nem szólhat másról, mint arról az isteni szeretetről, ahogyan az Úristen átölelt bennünket a kereszten függő Jézusban, és az üres sírban pedig a legnagyobb örömöt készítette el számunkra. Ez változatlan, ez ugyanaz, megélés talán mindig ugyanazt jelentett mindannyiunknak, de most mégis fogadják tőlünk, ami a mi szívünkön van, ahogyan mi látjuk, ahogyan a mi hitünkből fakad ezt a passió játékot, és ahogyan hallották is, új, teljesen új, olyannyira új, hogy tulajdonképpen itt van az első bemutató, itt játsszuk el először közönség előtt, gyülekezet előtt ezt a passió játékot, ezért is különleges ez a mai alkalmunk. Nagyon sok a fiatal, akik még talán soha nem játszottak így velünk passió játékot, de mégis nagy lélekkel készültünk erre. Így kezdjük el ezt a mai alkalmunkat egy énekkel, közös énekkel, a kitűzött 200-as énekkel. Utána rögtön a passió játék fog következni, és a passió játék végén pedig egy rövid ige hirdetéssel készülhetünk még az ünnepre majd, és utána pedig az áldás után az újabb éneket fogjuk majd énekelni. Így legyen az Isten áldása ezen az alkalommal. Thank you.
Kegyelem és békesség adatség nektek bőségesen. Áldott legyen a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak, a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Tudsz követni? Írom, amit mondasz, Péter. Szerinted el fogják hinni ezt a nagyvárosokban? Egy halott feltámad. Isten hitet támasztott bárkiben, de akkor még írd ezt is. Mert mi nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk nagyságát és fenségét, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni hatalmának. Milyen jó lehetett neked! Jézussal jártál mindenhova, ott voltál minden fontos eseménynél, mindent láttál és hallottál. Az első pásztor kezdve jó volt a közelében. Nagyon sok mindent megtanultam önmagamról, az élet igazi értelméről, és ami a legfontosabb, Isten hatalmas szeretetéről, szabadításáról. Hittem egyszer a fellegekbe rebített, máskor a legnagyobb mélységeket jártam meg. Nem volt mindig könnyű. De Jézus elhívott, megszólított. Megváltoztatta az életem, melyet dicséremet örökké. Thank you.
És ti? Kinek mondatok engem? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Boldog vagy, Simon, hisz nem test és vér vette fel ezt előtte, hanem az én mennyei atyám. Én pedig azt mondom, te Péter vagy. És ezen a fősziklán a tanúságtétel kősziklán építem fel egyházamat. Uram, jól megfelelte el nekik. De mit mond az uram?
meg az összes parancsolat közül. A legfőbb ez. Halld meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Bizony mondom nektek, közületek egy, aki együtt teszik velem, el fog árulni engem. Talán én. Az emberfiú elmegy ugyan, ahogy megvan írva. De jaj annak az embernek, aki elárulja az emberfiát. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Oh, yeah.
mindjárt megbotránkoztok bennem, hisz megvan írva. Megverem a pásztort, és elszédenek önök. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ha mindenki meg is botránkozik, én akkor sem. Én pedig azt mondom, te még ma, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor fogsz megtagadni engem. De most üljetek le itt, amíg én imádkozom. Abbá, atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat, és mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Simon, alszol! Egy órát sem tudtál virrasztani? Virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben esetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Íme eljött az óra. Az ember fia átadatik a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk! Íme közel van az, aki el fog árulni engem. Mester! Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Álljon elő a tanú! Mit tud mondani erről az emberről? Én hallottam, hogy ezt mondja. Lerombolom az emberkéz alkott a templomot, és három nap alatt újat építek, amelyet nem emberkéz alkott. Te is a Názaret Jézusa voltál! Nem tudom. Nem is értem, miről beszélsz. Semmit sem felelsz oda, amit ezek rólad vallanak? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia? Én vagyok. És meglátjátok az ember fiát, amint hatalmas jobbján, és eljön az ég felhőjén. Nézzétek, ez közülük való! Nem tudom, kiről beszélsz. Hagyjatok már, békén! Mi szükségünk van még tanukra? Én meg hallottátok az Isten kállomást! Mi a véleményetek erről? Bizony, közülük való vagy, hiszen Galileából való vagy te is. Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek! Thank you.
a jelenlétedben ruhádat megérintheted. Te vagy a zsidók király? Te mondod. Fellázítja a népet. Megtiltotta, hogy azok fizessék a császárt. Nem felelt semmit. Nézd, mennyire vádolj! Akarjátok, hogy elengedjem nektek a zsidók királyt? Nem! Hagyom Barabást! Mit tegyek akkor azzal, hogy a zsidók királyának mondjuk? Feszítsd meg! Feszítsd meg! Megfogadtam háromszor, ahogy mondtam.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk együtt, kedves testvérek, az igéhirdetés alap igéjét, úgy, amit azt megírva találjuk János evangéliumának 3. fejezetének 16. versében.
következőképpen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Nagypéntek eseménye, Isten és ember halálának, és az ember Isten legendájának megszületésének órája. Nem vallási ceremónia, általános emberi ünnep, mert ezen a napon halt meg a názáreti ácsfia, ezen a napon feszítették meg az igazságot, írja Kassák Lajos. Hiszen mi az, amit elhozott számunkra? Nagypéntek fájdalma? Mi az, amit jelent számunkra a mögöttem álló üres golgotai kereszt? Egy szóval lehetne összefoglalni: a szeretetet. Hiszen ezt a véres fát én neveltem, ezt a vasszöget én szegeltem, Jézusom. Az én dárdám állt meg szívedben, s te a rettentő keresztútnál vérző kezeddel visszahoztál, Jézusom. Bár liliumom mind lehullott már. Szegényen és lerongyolódva jöttem hozzád, én hűtlen szolga, Jézusom, s te békét csókolsz homlokoromra. Behunyt szemmel is nézel engem, neked királyi trónust vertem, Jézusom, szegény fészerben, rossz szívemben. Farizeus hadüsse orcám, követ és sár dobáljon hozzám, Jézusom, csak te mosolyogj, mosolyogj rám. Minden te vagy, öröm és élet, kereszt hordozó vidám néped, Jézusom, sorban a hegyre te vezérled, egy csillag homlokomra éget, s nem látok hírt, fényt, dicsőséget. Örök hű Jézusom, csak téged, csak téged, csak téged. De vajon tényleg meglátjuk-e? Meglátjuk-e a kereszt titkát? Meglátjuk-e valóban a megfeszített Krisztus titkát? Hiszen az kereszt rámutat számunkra a szeretet mélységére, rámutat a szeretet nagyságára, és elvezet minket a végtelen szeretetbe is. És ma, amikor átélői lehettünk Jézus Krisztus szenvedés története által, mindannak a szeretetnek, melyet az Isten mutatott meg számunkra Jézus Krisztus által. Ma, amikor megláthattuk és talán együtt könnyeztük meg a Via Dolorosát, ma, amikor talán együtt álltunk ott, és bár nem akartuk, de mi is kiáltottuk a feszíts meget, bár mi is talán kimondtuk a méltó a halál, és abban a pillanatban újra megértettük. Miért is nagy ajándék, amit az Isten tett értünk, hogy elküldte egyszülött fiát. Vajon mi mikor ismerjük fel, amit Péter felismert? Vajon bennünk mikor tud kitörni a szeretet forrása Jézus Krisztus halála és feltámadása által? Mert Krisztus áldozata halála, feltámadása mutatja meg és hozza el számunkra, hogy mennyire fontosak vagyunk az Istennek, és mennyire szeret. Mert az Isten szeretete, nagypéntek fájdalma által szabadít fel minket, hogy eljuthassunk mi is a keresztfa tövében. Ahogyan Péter legugolva felnézett a keresztre,
Ahogy elgondolkozott ő is visszaemlékezve arra, mit is kapott, mit is tett érte, és értünk mindannyiunkért, az Isten fia. Roskadjunk le mi is, boruljunk le mi is Krisztus lába elé. Hogy mi is elmondhassuk, Istenem, úgy vágyódom rád. Miért csüggednél el? Miért csüggednénk el, kedves testvérek? Csak bíz és adj hálát mindenkor az ő szabadításáért. És ezért adjunk mi is hálát, kedves testvérek, hogy Jézus Krisztus halála megnyitotta számunkra a hála ajtaját is. Mert az Isten újra és újra felénk fordult, és felénk fordul ma is. Ha kell, átölel, ha kell, felemel, ha kell, letörli szemünkről a könnyet, ha kell, oda kuporodik az ágyunk szélébe. Ha kell, segít imádságra kulcsolni kezünket. Hogy a könnyünk, a kenyerünk éjjel is nappal. Hogy amikor, ha gúnyolnak minket, ha örvénynek kiállt életünkben, akkor is lássuk és fedezzük fel, hol lelhet nyugalmat lelkünk egyedül Krisztusnál. Mert innen hangzik felénk, a keresztről hangzik felénk a szeretett evangéliuma. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De vajon mit látsz meg a keresztben? Gyökösi Endre ezt írja. Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát. Mert nem csak nézzük, hanem látjuk is. De boldog az, aki a fában észreveszi Krisztus keresztjét. Amen. Imádkozzunk. Örökkévé való Isten, szerető mennyei atyánk, magasztalunk téged végtelen kegyelmedért, hogy a kereszten mélyre hajoltál hozzánk, add, hogy elfogadjuk az ott kimondott ítéletet bűneink felett, add, hogy a kereszt naponként legyőzze vétkes önzésünket, és megújítsa bennünk a hitet irántad, és a cselekvő szeretetet embertársaink iránt. Ajándékozz meg a keresztül áradó erővel mindannyiunkat. Vezess a szolgáló szeretet útján. Adj erőt, hogy valóban eljuthassunk hozzád, hozzád, aki közeledsz hozzánk. Add, hogy szemfiad kereszthalála mindannyiunk számára életté és üdvösségé legyen. S hallgass meg még imádságunkat, amikor együtt így fordulunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül fogadjátok az Úr áldását. Istenek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon neked békességet.
Kedves testvérek, mielőtt elénekelni záró énekünket, szeretnék megköszönni gyülekezetünk ifjúsága és nyilván gyülekezetünk minden tagja nevében azt, hogy ilyen szép fogadtatásban volt részünk ismételten. Nagy örömmel jövünk minden egyes alkalommal, ha van rá lehetőség. Kívánjuk a kedves testvéreknek, bízva abban, hogy valóban ez az korábban most meglátott és hallhatott játék sokkal inkább szolgálat. Jó nyitánya lehet számunkra nagy hét eseményeinek. De ne csak nyitány legyen, hanem kívánom, hogy valóban nagypéntek fájdalmához eljutva, ott nem megállva, hanem így jussunk el közösen a harmadnapi üres sír örök öröméhez, hogy Krisztus feltámadt. Ezzel az örömhírrel kívánok minden egyes testvérünknek áldott várakozással teli, nagyheti eseménnyel teli ünnepet, hogy valóban ne csak a kereszt fájdalmát lássuk, hanem megszólíthasson minket a feltámadás örömhíre. Isten áldjon mindannyiunkat, erős várni Istenünket.